ELTE Innovációk a gazdaságban címet viselte mai rendezvény, ami az egyetemi innovációs események körében is speciális. Eddig vagy gyakrabban olyan innovációs események történnek, amikor az egyetemnek az innovációs képességét vagy tudományos képességét szeretnék megmutatni. De most valójában arról volt szó, hogy már elért kutatási, fejlesztési, innovációs eredményeknek milyen gazdasági hasznosulása történt már, meg illetőleg potenciálisan hogyan tudnának ezek a hasznosítások tovább folytatódni. Ez a JESCO International Corporation kutatásfejlesztési infrastruktúrákat, eszközöket forgalmaz a világban. Vele született egy hasznosítási együttműködéset, és kutatók fejlesztettek ki olyan diagnosztizáló kutatási adatokat értékelő, főleg a gyógyszerfejlesztésben értelmezhető területen szoftvert, amit ez a japán cég megvásárolt, és beépíti a saját eszközeibe, tehát ilyen értelemben lehet, és kutatók lényegében rajtuk keresztül a világpiacra jutottak. Meghívtuk Hankó Balázs államtitkárt, aki a Neumann János programról beszélt, ez a kormánynak az új innovációs kutatásfejlesztési programja. Később az volt a cél, hogy akár párosával a ELTE-s fejlesztők, illetve a céges hasznosítók, vagy esetleg csomók az ELTE-s kutatók, akik már innovációs eredményt értek el, mutassák be saját projektjüket pár percben úgy, hogy szakmailag is értelmezhető legyen, de azért a laikusok is megértsék, hogy pontosabb miről van szó. Nagy nehézségünk az, hogy ennél borzalmasan szélesebb és gazdagabb az egyetem kutatásfejlesztési portfóliója, óvatatlanul szeleteket tudunk csak kiválasztani, de azért megjelentek a biológia, biofizikai, anyagtudományi, adattudományi, esetleg társadalmi innovációs programoknak is néhány kiválasztott szelete, úgyhogy egy ilyen ELTE-s kutatásfejlesztési hasznosítási portfóliót mutattunk be.